Sziasztok! Folytatjuk Vadóc kalandjait, és úgy gondoltam, hogy kicsit megpörgessük a cuccokat. Ez úgy lesz, hogy a kupameccseket fogom lejátszani egy az egybe, és azokat fogom én összevágni. A többi mérkőzést pedig megpróbáljuk úgy megcsinálni, hát legyen most az elején kiderítjük, hogy működik-e így, hogy ugye van egy olyan lehetőség, hogy beugrunk a mérkőzésbe akkor, amikor történik valami, de csak akkor. Tehát ugye egy ilyen highlights-os szituációkba ugrunk be. Ott Vadóc 2 látja magát 99-es messze, ez az kezdő vagyok, nem mint ideig nem nagyon kezdtünk volna, de mindig. Ja, tehát, hogy a kupa mérkőzéseket lejátszom egy az egybe, az ilyen mérkőzéseket pedig így, Play Team Highlights-ba, ennek ugye az a lényege, hogy amikor történik valami, akkor ugrunk be a mérkőzésbe. Viszont, elnézést, viszont ennek megvan az az esélye, mint egy hátulütője, hogy kisebb eséllyel tudjuk teljesíteni azt, amit az edző elvár tőlünk. Most itt nyilván kezdők vagyunk, így, és ráadásul csatárok, úgyhogy nagyobb eséllyel fog tudni teljesíteni ezeket. De úgy egyébként ugye erre kisebb az esély, mivel nem mi alakítjuk ki a helyzeteket. Most például fingom is egyébként Vadócnak mi a dolga, de gondolom gólt lőni, meg ilyesmi, miközben a kapusunk védett egy nagyot, és már is a 36. percben találjuk magunkat, egy kiüvelt labdával mehetünk mi előre. Lang teszi előre, Vadóc 2. Vagy Vadócnak azért kell kis terület, mire meg tud indulni. Ez így mondjuk még jó lehet. Azt mondaná, elsütjük, csak beáterénk a játékos, de nálunk nem marad nálunk a labda. Második fél ide vagyunk, 53. perc, Vadóc 2 kap egy ívelést, és van előtte terület, ezzel most meg is tudunk indulni. Jaj, de szépen vett át Vadóc. Jaj, de elkúrtam. 61. perc, egy counter-etek, kihozzuk a labdát. És Vadóc, passza meg! Még jó, hogy magasan nyomtam az indítást egyébként. Na most oké, de hogy hagyhatunk ekkora területet ott középen? Egy lövés, védés, megvan. Na, tehát hogy végülis ezekkel a meccsekkel ez a baj, tehát hogy... És látjátok? És egy olyan mérkőzéshez képest, amit én játszok, gyakorlatilag semmi nem történik. És így kéne valamit is csinálnom, és elérni, hogy benne maradjak a kezdőbe. Na, nem vált játékost. Na. Tehát igen. Most ezt a mérkőzést én játszottam volna le, ennél több helyzet alakul ki csak az első 10 percben. Nem az egész mérkőzés nézve. És így kéne teljesíteni ugye azokat, amiket az edző elvár, ami most így egy se történt meg. Hogy általában mit várnak el? Ratinget, lövést, gólt, mivel hogy csatárral vagyunk. Úgyhogy most ezt megnézzük így ezt a videót, hogy így milyen lesz, aztán majd kiderül, hogy maradunk ennél a stílusnál, vagy nem. Na, ott vagyunk a következő mérkőzésen, a Blasters ellen. És akkor ugye megpróbálkozunk úgy ezzel a highlights-os manőverrel. Aztán majd akkor ugye, ahogy mondottam, az előző meccs végén kiderül, hogy maradunk-e ennél a szituációnál, vagy visszatérünk oda, hogy én játszom le a meccseket, de az is lehet, hogy szimulálni fogjuk majd teljesen a meccseket, hogyha ez nem jön be jól. Most megnézzük ezt így, a következő videóban megnézzük úgy, hogy szimuláljuk, vagy lehet, hogy még ebben a videóban megnézzük úgy, hogy három így és három úgy. Aztán utána eldöntsük, hogy melyik a jobb, hát átnyomtam, hogy mit kéne csinálnom, de csatáról van szó, úgyhogy gól-gól passz. Úgyhogy vagy gól, vagy gól passz, azon pedig rating, meg valószínűleg shooting kell. Miközben az ellenfél került volna helyzetbe. Azt mondja, hogy egy counter van, tehát mi hozzuk ki a labdát, tehát egyébként ez volt az előbb is, csak akkor nem vezethettem végig, Martins kapja. Erről ott van Vadóc, figyelnek rá a védők.
egyenlentebb, mindig megvan, nagyon jó. Nagyon jó, most Kevadosnak egy jó labda. Ott Vadócról lepattan a védő. Szöglet. És ezek szerint a szögletből nem lett semmi. Vadóc kap egy labdát, előtte van egy védő. Nem veszük át sprintelem, akkor ugyan elpattan tőlünk. Hát ezt nem így akartam. Így az egyébben mindig így megilletődök, hogy mit kéne csinálnom. Aztán... Hát látszik, hogy nem én játszom a meccset. Egy ilyet én hol hagynék? Fiúk, most tényleg. Egy ilyet, bazd meg, hát egy... Gyakorlatilag teljes pályáról fölévessék, fölíveljék egyenes a csatárhoz. Hát már nem azért, de... De egy ilyet... Fejelt már be, vagy valami legyen már. Csak az a baj, talán lesen. Nem volt a langlesen? Akkor nem volt a langlesen. Na, nagy nehezen kiosztuk egy-egyre. Ajjaj. Teljesíteni meg nem teljesítettünk semmit az elvárásokból. Úgyhogy lassan kiesünk a kezdő praxisből, az a baj. Na, megnézzünk még egy meccset így. Aztán akkor utána pedig megnézzük úgy, hogy teljes mértékben szimuláljuk a meccseket, mint volt a válogatottnál. Jó. Itt is van az Odisha ellen mérkőzés. És akkor ezután pedig szimulálva nézzük meg a meccseket. Mert ott azért, na, hát igen. Mert ugye a válogatottban a németek ellen volt, azt hiszem, és ott tök jól szimulált, ráadásul úgy szimulált, hogy igazából nyertünk is, még Vadóc is lőtt gólt. Mi támadunk? Vadóc kap labdát. Mi? Oké, hát mondjuk ilyet csináltam volna. Azt onnan előjük. Vadóc újra gól szerez. Ő kívánnak be. Pedro. Na, ott megvan nekünk. Szöglet. Oké. Nem lenne rossz feltétlen esetleg Vadócot megtalálni. Csak azért sem, mert Vadócnak van testi ereje. Miért hagytad pattanni a labdát? Ki mondta, hogy hagyd pattanni a labdát? Új, te jó! Ott van Vadóc! Mondjuk eltaláljuk a fejét, ez lehet, hogy jobb. Out of zone. Hát oké. Ők jönnek most szolgáltal a második felítő. Elején a 46. minutába. Uram Isten, talán milyen kis izé... Ja, mondjuk mondom ezt én. Isaac. Siván befejeli Isaac. Miért ordibál, mintha izélyezze, megnyert volna a VB-t. Jó, egy újabb szöglet. Ezúttal Savadolchoz megyünk. Most mi adunk be egy labdát? Ráadásul konkrétan Talang teszi be, hova teszed, nem baj, így is kapura fejeljük Vadóca. És ez most meg így ennyi volt, ez is egy egyes meccs, Vadóc gól. Jó. Itt lehet, hogy teljesítettünk valamit, ha másom a ratinget. Kettőt teljesítettünk, ezt gondolom a gól volt, meg a rating. A harmadik azt gondolom az volt, hogy lőjünk kapura, és edzés. És van 3 skill pontom, azt nem költöm el. Jó. Akkor ezt a mérkőzést pedig egy az egybe szimuláljuk. Quick sim, az kell nekünk, ugye?
2-2 alatt Brandon is talang szerzett gólt. Vadóc 7,4-es értékeléssel zárta a mérkőzést. Viszont ilyenkor csak egy objektívát kap a játékosunk. Ott meg gondolom a rating. Húha, most mennyi ideig nem lesz meccs. És mielőtt mennénk tovább a ligával, előtte kettő nemzetközi mérkőzés jön, egy EB kvalifikációs mérkőzések. Az első mérkőzés a finnek ellen lesz, ugye jelenleg 7 pontunk van egyébként. Közt le gyors izéljük az egészet. Ugye az ellenfél kapujában Hradecki és Vadóc az első percben gólt lő, majd Kamara kiegyel itt. Így ez 1-1 a finekkel. És nem értük oda a ratinget. Gólt lőttünk, és nem értük oda a ratinget. Na mindegy. A következő pedig a lengyelek ellen van. Köszönöm, érdekelne, hogy egyébként hogy állunk csoportba, akkor így. Ja, itt vagyok, hülye. Tehát, hogy első helyen vagyunk jelenleg, és a lengyelekkel játsszuk a mérkőzést, ugyanúgy Gulácsi, Vadovac 2, Lewandowski, Piatek, Milik, Szczęsny a kapuba. Mondjuk itt írja is, hogy csak a rating 2-1-re kikaptunk, Sallói gazdag lőtte a gólunkat, és pedig levaduplázott. Úgyhogy igazából ez a válogatott mérkőzéseket egyáltalán nem érdekelnek, tehát nem lesz semmi, hogyha itt kiesünk a Prestige-ből, mert nekünk ugye ezek számítanak. Mumbai City elleni mérkőzés jön, és akkor egy ilyet ráküldünk. 2-1-re jártunk, Vadóc 2 lőtt gólt meg Szadué, és ratingileg Vadóc 2 8,2-t kapott. Kacin. Good game. Hey, amigo. Muy bien, eh? No, that's what I'm talking about. And now they want to talk to you. Ó, velünk akarnak beszélni az interjúztatók? Ú, de szépen megfogalmaztam. Ott feszülünk, adjuk az interjút. Ja, jó meccs volt, csak mi rusztített, mi? 8,2-t kapott, gólt lőtt, és nem értük el, amit kitűzött nekünk az edző, és ráadásul velünk csináltak interjút. Mi a faszomat akadsz, hogy akkor mit érjünk el? Na mindegy, megcsináljuk az utolsót. Milyen ratinget akar akkor bazd meg az edző? 9-est? 4-1-re kiszopadtak minket, az igen. Viszont akkor a ratinget azt itt se érjük el. Egyáltalán nem. És ezzel már cserék is vagyunk. Hát, srácok, az a baj, hogy egyikkel se vagyunk előrébb. Se azzal, hogyha a highlights-okba szállok be, se az, hogyha szimulálom a mérkőzéseket. Úgyhogy kénytelen leszek én lejátszani őket. Ez viszont két dolgot hoz maga után. Egy, nekem kell játszani a mérkőzéseket. Na, tehát, hogy igazából azt hozom maga után, hogy ritkábban lesz a videó, mivel többet kell vele játszanom, így az több időt viszel, utána a vágás több időt viszel, jó, nem mintha nagy vágásokat csinálnék, de értitek. Tehát ugye az egész több időt emészt föl, és akkor ez így ritkábban lesznek a videók. Megpróbáltam, megnéztem ezt a két dolgot, nem működik, kénytelen vagyok én lejátszani a mérkőzéseket, és ráadásul, hogy alapvetően kezdő vagyok, most már a csere, ez ugye a teljes meccset nekem kell lejátszani, viszont ezt lehet, hogy számotokra úgy fogom pörgetni, hogy nem lesz kommentár a sima meccsek alatt, sőt, ott maximum lehet, hogy csak a végeredményt látjátok, amit játszottunk, esetleg ha Vadóc 2 lő gólt, akkor azt, és a kupa mérkőzéseket pedig úgy rendesen az általam kommentálva, megszokott módon. Valószínűleg ez lesz majd akkor a menet. De köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk ott. Sziasztok!